Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 7-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, és megnézzük, hogy mi történik hétfőn. Itt van a kulcs. Ez jelenti a te magabiztos fellépésedet. De jelenti azt is, hogy diplomatikus leszel, hol zárkózott, hol nyitott. Vagy tudod használni ezt a kulcsot, hogy lezársz bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Persze, ez leheti az ő zárkózottságát is. És egy időben kinyílik egy új kapu, egy új lehetőség, vagy utalhat a változásokra, az ő nyitottságára. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható kedden. Itt megjelenik a felhő. Lesznek bizonyos dolgok, ami számodra átláthatatlan. Persze a kulccsal le lehet zárni ezt az eseményt. Amit a felhő még jelent, fél éved. Lehet, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból, amit átéltél fél évvel ezelőtt. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon Neptun bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Ez jelenti a visszatekintést, ez jelenti a múltat. Neptun bolygónál gyakran álmokról, elképzelésekről van szó. Lehet, hogy a múltban is voltak terveid, de nem lehetett megvalósítani. És most visszatekintesz a múltra, és előfordulhat az, hogy most megvannak a lehetőségeid, hogy ezt az álmot, ezt az elképzelést megvalósítsd. Megnézzük, hogy mit mutat hozzá a kártya. Itt van a virágcsokor, jelenti a te szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy ajándékot, kihat a művészi területekre is, amit Neptun bolygó is szimbolizál. Vagy lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Itt lesznek viták, veszekedések, félreértések. Érdekes, hogy a német nyelvű felvételen a csütörtöki napon szintén ez a kártya jött ki, tehát valószínű mindenütt így lesz, hogy lesznek viták, félreértések. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik, ezen a napon új hold van, jelenti a visszahúzódást. A téma az, hogy miután most mi elgondolkozunk azon, hogyan tovább, akkor legyen egy új irány, egy új lehetőség. Ez lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolat is. Itt a madarak jelentik a vidámságot, a mozgást. Tehát kilépsz ebből a helyzetből, ami egy nappal előtte még ezeket a félreértéseket jelentette. Az is lehet, hogy valaki megbántott téged, vagy vannak ilyen szándékai. Itt viszont látható a könnyűség, a vidámság, a csevegés. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható szombaton. Itt a halak jelennek meg, ezek kihatnak az anyagiakra, vagy a munkára, a hivatásra, az is lehet, hogy lesz kiadás, vagy bevétel, vagy valaki segít neked anyagilag.
A halak jelentik a belső értékeket is, hogy valaki számára értékes vagy, és megkapod a megbecsülést, vagy az elismerést. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt a koporsó jelenik meg, persze ez lehet egy örökösödési ügy is, de nem kell megijedni ettől a kártyától, mert gyakran azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat le tudunk zárni, vagy valaki jelentkezik a múltból. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Ennek is nagyon örülnék, és köszönöm szépen. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!